Egy verseny, egy sajátos hangulatú verseny kisiskolásoknak a sport ideje korán történő megszerettetésére. Miközben immár 8 éve mindig kikerül egy kép a Garai János Általános Iskola tornacsarnokának közepén egy padra, jelezvén, hogy ezzel a néhai szexádi atléta tehetségre a gyógyíthatatlan betegségben nagyon fiatalon elhunyt Valaher Ákosra, az egykori 110 gátas üstökösként berobbant tehetségre is emlékezünk. Édesapja, a középiskolai tanár, Valaher Gábor nem kis örömmel. 8. alkalommal rendezzük meg szegény fiam emlékére ezt az emlékversenyt. Rengeteg, ennyi gyerek talán nem is volt még egyik évben sem, rengeteg a gyerek. Nagyon szépen köszönjük a szülőknek, hogy már 8. éve tényleg keresik ezt a versenyt, és Erres Tamás főszervezőnél jelentkeznek. Pont azt beszéltük, most lehet, hogy limitet kell majd szabni, mert már annyi gyerek jelentkezik a versenyre. A szülő is ráérez ennek a nem szokványos mozgásformákból álló, a gyerekekben gátlást feloldó versenyre, amely közösségépítő és egyben a sor és váltó versenyek sajátos hangulatán keresztül. Valami olyan, amit lévén, hogy alsó tagozatosokról van szó, az iskolai testnevelés, a hozzá kapcsolódó diáksport ebben a korban nem tud a hétköznapok forgásában produkálni. Lényeges megjegyezni a nem kiemelkedő mozgástulajdonságú gyerekeké is a pálya. A közösségi sport a lényeg, hogy a gyerekek élvezik azt, amit csinálnak, és ne az, hogy elvárják tőlük azt, hogy minél jobban teljesítsenek, hanem kedvet csináljanak tulajdonképpen a sporthoz és a játékos vetélkedőkhöz. Valóban, mint a régi időkben volt, a Csepilapú Gondyola is annak idején, az is egy nagyon jó szórakoztatós műsor volt, itt a gyerekeknek hasonlóan csinálnak kedvet ehhez. Annette Pék kislánya már akrobatikus rock'n'rollra jár, de a szülők szeretnék, ha a sport valamelyik ágát egy életre szólóan, velük ellentétben, megszeretné a gyerek. A jó szórakozás a lényeg, tehát az, hogy ne az otthon a tévé előtt vagy a számítógép előtt töltse ezt a pár órát, hanem itt a teremben, a közösségben és aktívan vegye ki a részét a sportból. Akadályfutás, gátfutás, hármasugrás, szivas gyerek szerepelt a Valaher Ákos emlékverseny menükártyán. Az Őcsényből érkező 10 éves Lakó Csengével a hármasugrás után váltottunk néhány szót, akinek éppen a harmadik ugrása sikerült a legjobban. Az egy kicsit nagyobbat is ugorhattam volna, de az utolsónál 5-10-et. Rengeteg olyan diákkal találkozunk később, jelenlegi atléták közül, akik itt voltak és itt már nyertek, vagy akár dobogón szerepeltek, és most nagyon sokan mozognak. És hogyha ennek csak egy tizede is megmarad bármilyen sportágban, az már egy nagyon jó a mai világban, a mai informatikai hálózattal, hogy nem otthon ül, hanem valamit mozog, akár a szülővel elmegy kerékpározni. Ha megmarad egy kicsi a mozgás szeretetéből, nekünk ez a célunk ezzel a gyerekversennyel. Amelynek végén szinte katarzissal ér fel az iskolák közötti óriási hangzavarban nagy feszültség közepette zajló váltó futóverseny.